Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az újabb bátorító alkalmon. Érheti-e baj a keresztény embert? Vannak olyan vélemények, hogy ha valaki megtér Istenhez, azt majd a baj, a probléma, a nehézség nagy ívbe el fogja kerülni. Hát én azt gondolom, hogy a keresztény embernek is fájhat a foga, és a keresztény embernek is lehetnek olyan bajai, problémái, akár anyagilag, akár szervezetileg, tehát testileg, nem kerül ki e világon, az embernek lehet, igenis lehet nyomorúsága. De az Úr Jézus Krisztusnak az az ígérete, hogy ő legyőzte ezt a világot, legfőképp a mi belső világunkat, és az Úr Jézus Krisztusnak van egy csodálatos ígérete a hívő ember számára, mégpedig az ő jelenléte. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt meg lehet tapasztalni, hogy Isten a nehézségbe is ott van az emberrel, és Isten a nehézségeken is keresztül vezeti az embert, néha az ő természetfeletti erejével van jelen, és ad erőt, felülről való erőt, az erő felett való úthoz. Tegnap egy nagyon sűrű napom volt, a feleségemnek tegnap előtt beállt a gerince Budapesten, van neki ilyen gerinc problémája, és majdnem úgy volt, hogy nekem kell hazahozni, a gyerekekkel fölmenni érte az iskolába, aztán mégis haza tudott jönni, de reggel hajnalban nagy sikoltozás volt, mert nagyon-nagyon beállt neki, és nagyon nagy fájdalmai voltak. Hát át tudtam érezni, abból azokból kifolyólag, hogy én is átéltem már hasonlót a gerincemmel, a derekammal. És hát hajnali fél ötkor az ambulancián kötöttünk ki. Ez is Istennek egy olyan kegyelme, hogy egy kisvárosba élünk, és ennek ellenére, hogy ez nem egy nagyváros, mégis van neki kórháza, mégis van neki ambulanciája, egy karnyújtásnyira is rögtön ott van a segítség, és így leinjekciózták, és kapott egy terápiát, meg tanácsokat. Na szóval az egészben csak azt szeretném mondani, hogy az ember éli a keresztény életét, és néha bejönnek olyan dolgok, amire ő nem számít, és néha bejönnek igenis nehézségek. Néha belép egy-egy nem várt betegség az embernek az életébe. De attól nem áll meg semmi, attól megy minden tovább. És hát sokszor megtapasztaltam már azt, hogy egy-egy szolgálatomnak a kezdetén vannak nehézségek, vannak konfrontációk néha önmagamban, néha a körülmények összeadásával vannak nehézségek, és ez is mindig azt mutatja, hogy gonosz erők mindig próbálkoznak, de olyan jó, hogy le lehet győzni az Istennel való drága közösség által. Tegnap mentem volna be az egri börtönbe, és tényleg úgy készültem rá. Volt több szolgálatom ott Eger környékén is, Egerbe is, és az egyik leglényegesebb lett volna számomra az, hogy bejussak az egri börtönbe. És hát minden úgy volt, hogy el van rendezve, és engedélyezve van ez a történet. Aztán ott kellett szembesülni a börtönnek a portáján, a falokon belül, hogy engem nem engednek be, mert nem engedélyezte a parancsnok, hogy bemenjek a börtönbe, és a raboknak bizonyságot tegyek arról, hogy engem hogy szabadított meg az Isten, és ma hogy élem az életemet. És először volt bennem egy olyan, tényleg egy ilyen lázadás, háborgás, és a Biblia arra tanítja az embert, hogy csillapodjunk le. A Biblia arra tanítja az embert, hogy az embernek a haragja, az nem szolgálja Istennek az igazságát. És tényleg az első ilyen haragvó, zsörtölődő, morgolódó hangulatomból így lett egy békesség. Mert mentem az Úr elé, és akkor néztem, hogy akkor mit tudok csinálni. Hát akkor elmentem az édesanyámékhoz, és velük töltöttem azt a másfél órát, ami a másik szolgálatig még nekem hátra volt. Összességében Isten adott egy nagyon jó és nagyon áldott napot. Ennek egyetlen egy oka volt. Őt követem, és ő van az életemnek a központjában. Sokszor kacsingat kifelé a keresztény ember is. És néha az a bizonyos légy beleröpül, beleesik. Néha talán úgy is lehet mondani, hogy belelegyezi az ember a kenőcskészítőnek az olajába. És tudjuk azt, hogy ez a légy, ez megbüdösíti, és megerjeszti a kenőcskészítőnek az olaját. Néha egy kis ostobaság. És ott van az, a gonosz erők ott donganak az ember körül.
Néha egy ilyen helyzetben, hogy készülnék reggel, és hogy indulna az ember, de hogy nekem most más utam van, mert menni kell a feleségemmel az ambulanciára. És olyan jó, hogy mehettem, olyan jó, hogy én is segíthettem neki. Azért, mert nekem is és neki is segített az Úr. Áldott legyen az Isten ezért. Aztán néha ott dong egy börtönportájánál. Majd elveszem én neked a békességedet. Majd adok én neked börtönbe evangéliumot mondani. Olyan jó, hogy nagyobb, aki bennünk van, mint aki a világban van. És majd lesz még rá lehetőség. Hiszem, hogy Isten majd nyit még kaput, hiszen voltam én már az egri börtönben nem egyszer, meg nem kétszer. Az Úr Jézus Krisztusról bizonyságot tenni azoknak a raboknak, akik lelkükben is rabok, csak úgy, mint a többi ember, aki nincs Krisztusban, és testileg is rabok. Aki bűncselekszi, a szolgálja a bűnnek. És a bűn az fogva tart. Néha lehet látni, testileg is kiábrázolva, egy rabruhába, egy bilincsbe, testileg is fogva tart. De van az a másik fogvatartás, ami testileg nem lehet látni. Ez nagyon veszélyes. Nagyon nagy altatása van a gonosznak. Egy kicsi dolog nem számít. Olyan ártalmatlan ez. Hát egy tekintet, oda nézni. Ó, hát mit számít az? Géházi, amikor rávetette a sinehári köntösökre a tekintetét. Vagy nem tudom, hogy az lehet, hogy most keverem, és az, a sinehári az ott Jerikónál volt. De köntös az volt. Több rend ruhanaító mondani a Géházinál is. Rávetette a tekintetét. Az urának nem kellett, Elizeusnak nem kellett. Mert nem akart érte fizetséget elfogadni, amit az Isten nevében tett. De Géházinak kellett. A szeme. Hát ez a kicsi dolog, ó, hát az én uram nem fogadta el. Majd én elfogadom, majd én utána megyek. Tudjuk, hogy a lepra lett a vége. Azért az, látta volna az elején mindezhetnek a következménye, visszacurikolt volna, meg el se indult volna. Van ez a közmondás. Ha tudtam volna, hogy elesek, akkor előtte leültem volna. De az ember nem tudja. És a próbák ott vannak az embernek az életében, és hogy ott volt a Dávid király. Hát ilyen ártalmatlan dolog megnézegetni, hiszen olyan csinos, olyan szép. Ja, meg ruha sincs rajta. Hát, hogy mellette van felesége is, meg hogy mellette nem a helyén van az ember, nem azt csinálja, amit csinálni kellett volna. És most jött bennem a gondolat, hogy sokszor nem így vagyunk. A keresztény ember egy harcmezőn él, a többiek harcolnak, folyik a csata a lelkek mezején, az imádságban, az odaszánásban, a bizonyságtételben, hogy adom oda magamat az Istennek a drága kegyelméből mások felé, az evangélium szolgálatára, Isten országának építésére. Folyik a csata, és miközben mit csinálok, mit nézek, hol jár a gondolatvilágom, hol van a tekintetem. Ott vagyok, ahol Isten látni akar, vagy már eltávolodtam attól a helytől. Dávid nem ott volt, ahol az Isten látni akarta. Nem volt kint a csatatéren. A többiek ott voltak. Háborúnak az időszaka volt. Most is a háborúnak az időszaka van. 2000 éve folyik a harc. Sőt, a bűnbeesés óta folyik a harc. Az ember lelkekért. És te meg én, belettünk ebbe a csatába állítva. A hitnemes harca folyik. Mások megmentéséért is. A hit által. És néha ez valóságos. Néha kerül pénzünkbe, néha kerül időnkbe. És a nagy mérkőzés sokszor ott van belülről, ami jó emberünkkel. Olyan ártalmatlan dolog, mire vetem a tekintetem, hol töltöm az időm. Aztán megnő az a kicsi oroszlán. Simogatja az ember, olyan jó pofa, hiszen csak egy cica. Aztán mikor felnő, és megéhezik, fölfalja az embert. Mert az egy fenevad. A bűnnek nagyon nagy ereje van.
aztán megszületik a levél, állítsátok Úriást a csatasor elejébe. Ott, ahol a leghevesebb a harc, ti meg húzódjatok vissza. Hagy pusztuljon. Nem borzalmas? Mivel kezdődött? Meglátta. Meglátta, és utána elkezdett játszani a gondolattal. Jött a légy. Jött az a légy. Beleszállt a kenős készítő olajába. Beleszállt-e ma a te kenőcsödbe is a légy? Mit lehet ezzel tenni? Ki kell venni a legyet? Ki kell dobni? Talán mondhatjuk azt is, hogy életünk házának, lelkünk házának ablakain az Istennel való drága közösség az a szúnyogháló, ami nem műanyagból van, hanem ami áttörhetetlen, hogy ne jöjjenek be a legyek. Néha azért besúr, amikor ki van nyitva az ajtó. Néha azért megtalálja a rést. Hát agyon kell ütni. Még a kezdet kezdetén, még a kígyót a tojásba. Mert ha ki kell, mert ha felnövekszik, mert ha megmar, annak nagyon rossz következménye van. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, akinek nagyon nagy az irgalma, akinek sokszor nem undorodik és nem fusztrálja legyekkel telített emberekkel foglalkozni. Oda menni hozzájuk, odahajolni, megtisztogatni. És úton tartani. Töretlen az ő hűsége. Mi sokszor eltörünk, beletörünk dolgokba. Az Isten hűsége az töretlen. A bűn ereje is töretlen. A bűn hatalmas erővel van jelen ebben a világban. Nem hívő ember azt mondja, milyen bűn, miről beszélsz? Aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. A szenvedélybetegek. És szenvedélybeteg ez a világ. A bűn szenvedélyével van megbetegítve. És a szenvedélybeteg hiába mondja, hogy nem teszem, nem cselekszem. Egy ideig bírja, aztán utána erőt vesz rajta az a szenvedély, ami őt megkötözte. És szolgaság alá hajtja újból, és újból, és újból. Boldog ember az, akinek az Isten karja a börtöne, aki az Isten ölelésében éli az életét, el van rejtve benne, a tenyerébe van metszve, Isten oltalmában van, és Isten oltalmában éli az életét. Ez forog bennem, és ez a gondolat, ami már több bátorításnak is volt magva, az az egy. Az az egy. Az az egy döglött légy megerjeszti és megbüdösíti a kenőcskészítőnek az olaját. Az Istennel való közösség azt kívánja, te tőled meg én tőlem, hogy ebben újuljunk meg napról és napra. Talán egy kis szilánkja neki egy ilyen bátorítás. Hogy az Isten hűsége töretlen, és az Isten hűsége nem adja föl. Az Isten ereje nagyobb a bűn erejénél. De csak az ő ereje. Nincs emberi erő, amely nagyobb lenne a bűn erejénél. De az Isten ereje nagyobb a bűn erejénél. Mert jött valaki, aki bűnt nem ismert. Aki Isten formájában lévén nem tartott a zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel. Aki a bűneinket képes volt magára venni. Az a sok ártatlan állat, ami le lett mészárolva, teljesen Ábeltől kezdve Krisztusig. Mennyi vér folyt. Bűntelenek, ártatlanok, ártatlan bárány. Meglettek ölve, hogy Istent kiengeszteljék. Évről évre belettek mutatva az áldozatok. Rá lett téve a bűnös keze az ártatlan állat fejére. Aztán jött a kés. De
Ezelőtt 2000 évvel jött valaki, aki Isten formájában lévén valóban nem tartotta zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Jött az Isten fia. És Isten azt mondta, eljött az idő, eljött az idő, és most megteszem, én áldozok. Eddig ti áldoztatok, hogy engem kiengeszteljetek. De most én mutatok be valamit, ami örökkévaló áldozat lesz. Azt mondja a zsidó levél, hogyha a vakoknak, a bikáknak a vére és a hamva megtisztítja az embert. Persze ez egy testi tisztulás is volt, mert hogy arra kellett hinteni. Kiábrázolása a lelkinek, a valóságosnak. Mennyivel inkább Krisztusnak az áldozata és Krisztusnak a vére. Ha valamennyit megért ebből az ember, akkor oda tudja hajtani Isten oltalmára a fejét, arra az atyai szívre, amiben valóban a Golgota lakik. Tegnap úgy megint megelevenedett bennem a szolgálatok folyamán. Ha meg akarom nézni, mi lakik az Isten szívébe, ha meg akarom nézni, hogy mi lakik a te szívedbe, te meg akarod nézni, hogy mi lakik az én szívembe, akkor meg kell, hogy ismerjük egymást. És még akkor sem biztos, hogy fogom tudni. Mert vannak rejtett dolgok. De Isten felfedte, hogy mi van az ő szívében. Amikor valaki megismeri Istent, és beletekint az Isten szívébe, akkor ott a kereszt ragyog. Az Isten szívébe a kereszt ragyog. Így szeretlek téged. Az Úr Jézus Krisztus, az ő drága szent fia, halála volt az ár, hogy neked és nekem üdvösségem legyen, és a mennyországba helyünk legyen. Olyan jó, hogy nem lett vége a kereszten a haláltusával, és a kijelentése, hogy elvégeztetett. A váltság megtörtént. Volt folytatás. Jött a húsvét reggel. És a kígyó fejére oda lett taposva. Le lett győzve a halál. Mert Isten erősebb a halálnál. Mert Isten erősebb a bűnnél. Jó ebbe az Istenbe kapaszkodni. Jó ebbe az Istenbe hinni. Jó ezzel az Istennel együtt járni. Mindez valóság, és mindez megtapasztalható. Az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal való élő közösség által. Áldott ezért az Isten. Amen.